Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Szakelmetál autóalkatrész. A kezembe került egy Mercedes állista 1992-ből, egy igazi kordokumentum, ahogy elképzeled, kicsit pecsétes, kicsit gyűrötes, sajnos csak digitális formában van meg, de jót mosolyogtam az árakon, aztán rájöttem, hogy ebben a témában azért lényegesen több van, úgyhogy érdemes egy kicsit számolgatni, amitől én azért eléggé tartok. Na de, segítséget kértem hozzáértő emberektől, és most elmondom nektek, miért olyan érdekes ez a dokumentum. Iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, aztán már kezdünk is. Tetszik a GR Yaris-os pulcsim? Na ne, hogy tetszik? Hogyha szeretnéd az acélos testeden viselni ezt az acélos japán autót, akkor irány az AMTS, az Eneos standja, ahol exkluzívan megvásárolhatod. Szóval, AMTS, Eneos stand, GR Yaris pulcsi. Tehát ezek az 1992. április 27-től érvényes Mercedes árak, és még azt is feltüntették, hogy egy német márkát 49 forinttal váltanak. Kíváncsi voltam, hogy mennyibe kerülnének ezek az autók, hogyha az 1992-es árakat hozzáigazítjuk az inflációhoz, és azt is, hogy ezek az árak hogy viszonyulnak az autók 2024-es utódaihoz, már amennyiben léteznek ilyenek. Szóval felcsaptam a kiszámoló.hu kalkulátorát, ami azt mondta, hogy 1992 és 2022 között 887%-os infláció ment végbe, ezzel számoltam 22-ig, de a KSH szerint 2023-ban is számolhatunk 17,6%-kal, úgyhogy ezt még hozzávettem. Viszont, ha te is olyan tök vagy a közgazdaságtudományhoz, mint én, akkor szerintem az infláció elmagyarázását bízzuk egy profira. Csenge! Az infláció az árszínvonal általános és tartós növekedését, a pénz vásárló értékének a csökkenését jelenti. Köszönöm, Csenge! De, hogy megfogható legyen, itt egy egyszerű példa. Van mondjuk egy kedvenc csokid, minden nap megveszed, 100 forintba kerül. Egyszer csak a növekvő költségekre hivatkozva a gyártó megemeli az árát 17 forinttal. Nem csak ideiglenesen, hanem örökre, vagyis hát a következő emelésig. A pénzed relatív értéke 17%-kal csökken, tehát a csokihoz képest bekövetkezett 17% infláció. 117 forintért veszed a csokit a boltban, eltelik egy év, megint korrigálják az árat az infláció mértékével, ezúttal legyen mondjuk 10%-kal, ez azt jelenti, hogy a 117-et beszorozzuk 1,1-jel, ez lesz az új ára a csokinak, vagyis 128,7 forint. Megint egy évig ennyi az ára, minden nap megveszed, megint eljön az inflációs korrekció ideje, megint emelnek ezúttal 15%-ot, vagyis a 128,7-et beszorozhatod 1,15-tel, 148 forint lesz a csoki ára. 3 év alatt összesen 48%-ot inflálódott a pénzed a csokihoz képest, tehát ez is hasonlóan működik, mint a kamatos kamat. Persze az inflációt azt nem csokival számolják, hanem egy fogyasztói kosár alapján. Ebbe a kosárba beleteszik azokat a termékeket, amit az adott kutató cég átlagosnak gondol a népesség nagy részére. Tehát mondjuk 1992-ben még fűtőolaj volt benne, ma már inkább PlayStation 5, meg iPhone, meg egyéb távközlési szolgáltatások jellemzőek, nyilván mindig igyekeznek egy átlagot lefedni, és ez adja a problémát. Az infláció pontos alakulása egyénenként nagyjából mérhetetlen, hiszen bár vannak közös termékcsoportok, a fogyasztás az egyénenként változó, hogy pontosan miket vásárol az ember, ezért csak közelítő értékek léteznek, pontosan soha senki nem fogja tudni megmondani. Jobb nem lévén, én az 1992-es és a 2023-as 24-es adatoknál is a KSH-ra támaszkodtam. Jó viszonyítási alap például az átlagkereset, aminél megint csak a KSH-ra tudok támaszkodni. Most az átlag nettó az 374.800 forint, 1992-ben ez 15.628 volt. Hogyha ezt a 15.628-at berakom az infláció kalkulátorba, és hozzáigazítom a 23-as szinthez, akkor ez a 15.628 forintos átlagkereset az 181.000 forintnak felel meg, tehát kimondhatjuk, hogy ez a pénz reálértéken kevesebb, mint a felét éri egy mai fizetésnek, tehát azt elmondhatjuk, hogy papíron legalábbis a nagy átlag jobban keres, kétszer jobban keres, mint 1992-ben. Ugyanakkor az autók is olcsóbbak lettek, nem is kevéssel. Listánk első szereplője a V201, a 190-es, a Baby Benz. Ugye ez volt az az autó, amikor a Mercedes meg akarta mutatni, hogy az E30-as BMW méretosztályában is tud irgalmatlan nagyon durvát dobni, és hát meg is tették. Ez egy eszelősen túltervezett, durván túlépített, rengeteg újdonságot behozó autó. Például ebben jelent meg
az ötkarú hátsó futómű, ami azóta nagyjából alap a prémium iparban, tényleg mindenbe ilyet tesznek, aminek kényelmesen kell futnia, de mégis sportosan jól kell kanyarodnia, ez az ötlengőkaros futómű a geometriájával lehetővé teszi. Emellett is jöttem úgy egy halom újítás, és a 2 literes szívódízelet mellé érkezett például Cosworth által bereszelt DTM homológ széria, mert hogy a DTM-ben is súlyosan pirított az autó, meg volt puha sorhatossal futó luxusgép is. Az olajválság szűrte ezt az autót, de ha valamit, akkor a mérnöki munkát azt nem spórolták ki belőle. És akkor kezdjük is tényleg a 201-esnek a fapados változatával, ez egy 2 literes szívódízzel volt. Megnézitek a listát, ez 2.716.250 forintba került. Na de, ha hozzáigazítjuk az inflációhoz, akkor ez az összeg, ez a 2.716.000 forint, 2024-ben 31.388.730 forint lenne. Eszelős pénz. Nagyon-nagyon durva. És akkor azok az emberek, akik azon szoktak siránkozni, hogy de mennyibe kerültek ezek az autók régen, és hogy régen ezzel ki tudtuk fizetni az autókat, hát na, nekik mondanám, hogy a mai belépő dízel C-osztály, ami a C220D mild hybrid sedan kivitele, fapados változatban 19,6 millió forint. Több mint 12 millióval olcsóbb. És ne felejtsük el, hogy a fizetésünk az átlag számítása szerint több, mint a duplája. De nézzünk mondjuk egy 2D-t. Ez már a nagymotoros változat, ezt már nem is nagyon lehetett rossz felszereltséggel megvenni, de azért lehetett nyilván extrázni. Ez 3.852.000 forintba került, tehát több mint 1,1 millió forinttal drágább, mint a fapados. Ez inflációval számolva 44,5 millió forint lenne ma. És ha megnézzük az aktuális C300D-t, szintén egy ilyen mild hybrid kivitelben, az pedig 23,9 millió. Azért az nem mindegy. De akkor nézzük meg a sportmodellt is, hiszen az ma is, meg akkor is rendkívül jelentős volt. Szóval az a 190-esből a 216V, ez még nem az Evo, nem a nagyszárnyas, ez még az, amivel Senna híres lett. Szóval ez 6,6 millió forintba került annó, 6,67 millióba. Ma, hogyha ezt az összeget hozzáigazítjuk az inflációhoz, az 77 millió forint. Eszelős összeg. Az aktuális C63 AMG, amit szégyen kimondani egy 4-hengeres plug-in hibrid, azt már 45,7 millió forinttól hazavihetjük. Akkor gondoljuk újra, hogy olcsóbbak lettek az autók, de érdemes még szemezgetni a listáról. Itt van a V124, sokan a Mercedes csúcsidőszakával azonosítják, a tökéletes autó bármire és akármire, megbízható és műszakilag a maga korában ez is egy űrugrásnak számított bármihez képest. Bruno Sacco talán itt ért a csúcsra, a teleoldalas merci a nepperslangben évekig volt fogalom, de nem a Sacco deszka volt a lényeg, hanem hogyha megnézitek ezt a kasznit, ami tényleg egy téglára hasonlít, szóval, hogy világklasszis CV értéke volt 0,28. Ebből is volt 200-as szívó dízzel, ami azért hagyott időt mindenre, és az AMG csinált belőle 6 literes V8-ast is, készült dögös kupé, tágas kombi, decens szedán, meg még kabrió is, és el is adtak belőle 2,5 millió darabot. Ez egy ilyen Mercedes all-time best, és ez zárta le a klasszikus mercik sorát, és utána jött a modern kor. Szóval, hogyha egy ilyen a képen látható 124-est akartál venni, 200-es dízelt, szívó dízelt, négysebességes kéziváltóval alapváltozatban, az 3.225.500 forintba került a kis árlistánk alapján. Hogyha hozzáigazítom az inflációhoz ma, ez habókos 43,6 millió forint. Hogyha a mostani E-osztály, tehát az ennek megfeleltethető jármű kategóriából az E220D-t nézem, az 26 millió forintról indul. Tehát majd, hogy nem csak a fele. De, ha tovább megyünk, és mondjuk szeretnénk egy nagy motoros, tehát 300-as, sorhatos, benzines, összkerekes kombit, mert ilyen is volt, azért már elkértek 7,5 millió forintot 92-ben. Hogyha ezt a 7,5 millió forintot hozzáigazítom az inflációhoz, akkor 87 millió 222 ezer jön ki. Ennek a mai megfelelője amúgy a 450D, a csúcs dízel. Az E-osztályból, ez még mindig csak mild hybrid, nyilván a plug-in nem néztem, igazságtalan lenne, mert akkor még nem létezett ilyen opció. Szóval, hogy a 450D csúcs dízel összkerékhajtással 35 millió forint. Kevesebb, mint a fele. Amúgy tök érdekes ennek az autónak az összkerékhajtása. Nem tudom, tudjátok-e, hogy hogy oldották meg az első kihajtást, mert útban volt egy rugó. Na, speciális rugótekercselés. Ha megnézitek, az alsó menet alatt egész egyszerűen kihagytak egy nagyjából 3 tekercselést, és így át tudták küldeni a féltengelyt
a rugón, és nem kellett újra tervezni a teljes első futómű geometriát. Tök érdekes. Na de, ahogy előbb is elmentünk a sportváltozat irányába, és fölmásztunk a luxusba, úgy a 124-esnél is érdemes megnézni, hogy mibe került a legsúlyosabb 124, és ez volt az 500E, ami akkor még nem egy élelmiszeripari segélyanyag volt, hanem a legsúlyosabb V8-as merci az AMG korszak előtt. Hát ezért az autóért akkor 12.458.750 forintot kértek el, inflációhoz igazítva ez 143.957.833 forintnak felel meg, és itt van egy kis baj. Ma már az AMG a csúcsmodell, amúgy ebből is létezett AMG változat, de az akkor még nem a Mercedes égisze alatt készült, hanem a tulajok elvitték az AMG-hez, aki aztán átalakította. De ma nyilván ebből a csúcsmodell az AMG lenne, viszont mivel nemrég történt a modellváltás, még nem létezik az AMG változat, arról is azt pletykálják, hogy valami kevés hengeres plug-in hibrid lesz, hát reméljük nem. Na de hogyha az utolsó szériának az árait nézzük, akkor egy E63 AMG Firmatic Plus az 53,3 millió forintnál indult azok alapján, amit sikerült kitúrnom az archívumból, bár ahogy az utóbbi egy-két évben alakultak az autó árak, erre azért nem tenném a nyakamat, de ezt az 50 milliós szintet érdemes elképzelni, nyilván aztán a kerámiafékkel meg a mindenféle extrával ez bőségesen eltolható 70-80 millióig, ugye mindig drágán mérték az extrákat prémiuméknál, ha meg az AMG változatokat nézzük, akkor meg még inkább. Jöjjön a Mercedes, a V140, a Bána, ez a Mercedes csúcsidőszak harmadik darabja, ez már a 90-es évek autója volt, ugye a 190-es és a 124-es még inkább a 80-as évekre jellemző. Itt már azért felfeltűnedeztek minőségi problémák, de sokan azt gondolják, hogy az S-osztályok sorában ez volt az utolsó igazán megbízható és igazán strapabíró autó, erre amúgy itt a mi kis szűk oldalúban is látunk példákat. A dizájn tökéletes. Bruno Sacco azt mondta, hogy a Mercedes akkor szép, hogyha homogén, mint egy kőtömb. És hát szerintem sok kőtömb csak szeretne annyira homogén lenni, mint egy 140-es. A háború utáni Mercik legnagyobb motorja került bele, a 6 literes V12, és tényleg mindent beleadtak. Ez az autó 1991-ben jelent meg, két évvel később, mint tervezték, mert hogy a fejlesztés 1981-ben kezdődött, és több mint 1 milliárd dollár csúszott bele, mire ez az autó elkészült. A költségek elszállása, és ez az egy-két éves csúszás, ez annyira fájt a Mercedesnek, hogy Wolfgang Petert, a fejlesztés vezető főmérnököt menesztették. Pokoli ára volt ennek az autónak már akkor is, és hogy mennyire volt pokoli az az ár. Szóval, hogy a V140-300SE sorhat rövid tengelytáv, 7.978.250 forintba került a mi kis gyűrött listánk alapján, ez az inflációhoz igazítva ma 92.186.746 forint. Ha ma nézzük az alapmodellt az aktuális S-osztályból, akkor a 350D, ez a sorhatos dízel, ez 40,3 millióra jön ki, a benzines 450, ami a benzines alapmodell, az 44,3 millió. Hogyha elmegyünk a lista túlvégére, a 600-asig, a V12-ig, akkor ott azt látjuk, hogy 17.817.000 forintot kértek azért az autóért, inflációhoz igazítva hajmeresztő 205.876.000 forint jön ki. Pokoli összeg, most egy S580, ugye az S600, mint típusjelzés megszűnt le. Szóval az S580 az 51,8 millió forintról indul, nyilván ez még a lábbalhajtós változat, ebben még azért legalább 20-30 millió forintot bele tudsz extrázni egy rosszabb napon. És hogyha már szóba kerül a Maybach S, akkor a mostani fullos Maybach S V12-vel minden extrával azért ilyen 130 millió körül meg tud állni. Nyilván itt játszanak mindenféle egyedi rendelések, amit kérhetsz az autóhoz, azzal még lehet srófolni az ár. És hogyha már a Bánáról beszélünk, nem hagyhatjuk ki a C140-et sem, ez ugye a Bánának a kupé változata. Ebből egy 600-os az 19.181.000 forintba került, ami hát átszámolva potom 221,6 millió forint, és sajnos itt nem tudok megfeleltetni neki modern S-osztály kupét, ugyanis azt az előző szériával elkaszálták, hiszen a vásárlók inkább hobbiderepjárókat vesznek helyette, szerencsére abból legalább kínálnak kupét. Hurrá! Szintén nagyon fontos és markáns autó ebben a korszakban az R129 SL. Tényleg annyira időtálló, annyira jó arányú, és egy annyira mutatós autó még mindig. Ah, kéne. Remélem egyszer elég öreg leszek hozzá.
Na, hogy ebből egy 500-as V8-asért akkoriban 13.858.625 forintot kértek. Ennek ma nincs konkrét megfelelője, hiszen csak olyan SL-eket lehet venni, hogy SL 43, SL 53 és SL 63. Az 500-asnak talán a mostani 55 AMG feleltethető meg, ez 71 millió forintról indul, de a leggyengébb SL 43 is 4-9 alatt futja a százat. Erre még annó az 500-as sem volt képes, volt ebből amúgy 600-as is, meg 7-3 V12 az AMG. Az AMG által, később ennek a motornak egy nagyon komolyan módosított változata ment tovább a Pagani Zondába, meg még mindenféle nagyon gyors versenyautóba. Nem tudom eleget hangsúlyozni, hogyha a statisztikákból indulunk ki, és az infláció számításból, akkor a nagy átlag alapján, ezt sem tudom eleget hangsúlyozni, úgy néz ki, hogy a világ nyugati felén többet keresünk, és az autók is olcsóbbak, mint 32 évvel ezelőtt. Na de, minek tudható be az, hogy olcsóbbak lettek az autók? Mert szarabbak lettek. Ez sem igaz, de ez egy külön videó témája. Például egy fontos szempont az, hogy nagyobb a verseny. Hogyha a 80-as évek végén akartál venni egy penge luxusautót, akkor Mercedes-t vettél. Oké, volt Rolls, meg Bentley, de az egyfelől egy másik kategória, másfelől azok sem voltak ám olyan jó autók, mint mondjuk egy S-Merci. Akkoriban a BMW hát már közeledett, az Audi még nem ért oda, Lexus meg még nem is létezett. Ma viszont nem, hogy Lexus van, de még Genesis is, és jönnek a kínaiak, arról nem beszélve, hogy az Audi meg a BMW folyamatosan ott liheg a Mercedes nyakán, bizonyos műszaki fejlesztésekben akár túl is mutatnak rajta. Tehát a prémium kategóriában, ahogy amúgy az összes többi kategóriában, erősebb lett a piaci verseny, ez az árak mérsékléséhez vezetett. De az árak csökkenése egész egyszerűen a globalizációnak is betudható. Például a 124-es Merci kábelkorbácsát, még egy német fizetésért szövegette valahol Münchenben egy gyáregységben, míg a mostani Mercinek a kábelkorbácsát egy ukrán munkás Kijev mellett ukrán fizetésért szövegeti. A kapitalizmus így működik, ahol olcsó a munkaerő, oda szervezik ki a gyártást. Nyilván a kábelkorbács most csak egy a közelmúltra rezonáló példa, itt volt velünk a chip hiány, meg a háborús helyzet, ami megakasztotta a szállításokat, de egy csomó-csomó alkatrészről elmondható ez. A chip Taiwanon készül, és egyebek. Aztán betudhatjuk annak is, hogy komolyan előrelépett a tudomány, és nem csak olyan értelemben, hogy az autók többet tudnak, hogy több szolgáltatást kínálnak, hogy biztonságosabbak, hogy takarékosabbak, hogy gyorsabbak, persze, erről is szó van, de ugyanezzel a gyártás optimalizálás és a gyártás technológia is nagyon nagyot lépett előre. Tehát most sokkal hatékonyabban tudunk autót gyártani, kevesebb idő alatt készül el egy autó, kevesebb munkaerővel készül el egy autó, és sokszor kevesebb odafigyeléssel is készül egy autó, de ez megint egy másik videó témája. Hogy ezek az autók tartósabbak voltak-e? Amúgy az sem egészen egyértelmű, mert ne felejtsük el, hogy lassabb volt az élet, kevesebbet mentünk. Persze, többet ment egy 124-es Merci, ami 20 év alatt megfutotta az 1 milliót, de én most például tudnék nektek olyan autót mutatni itt a szűk baráti körben, amely 11 éves korára már elérte a 600 ezeret, 700 ezeret. Tehát, igen, elképzelhető, hogy tartósabbak voltak a régi autók, de lehet, hogy ha azokat a régi autókat úgy használnánk, ahogy a maiakat, akkor azok is annyit bírnának, és fordítva. De, ahogy mondtam, ez egy másik videó témája lesz. Írjátok le, hogy mit gondoltok. Szerintetek mikor volt olcsóbb az élet, és mikor voltak olcsóbbak az autók, aztán pedig iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, és hamarosan folytatjuk.